nyilas rémuralomtól a partizán túlkapásig. Ez a történet állítson emléket mindazoknak, akik akaratukon és önhibájukon kívül szenvedői voltak az éppen hatalmon lévő politikai törekvéseknek, és mártírként életükkel fizettek. 1944. Hódos Csépány. A kisfalut is egyre jobban megérintette a háború szele. A faluban élők bíztak és reménykedtek, hogy amíg dolgozik a kohó, üzemel a gyár, nem lehet baj. Az emberek hittek az összetartásban, az összetartozásban. A település sorsa azonban erősen függött a vasgyártól, a bányáktól. A vasgyár sorsa sokszor tragikus hatással volt a környéken élők életére. Az életet adó gyár önös emberi érdekek miatt a történelem sodrásával el is vehette azt az egyetlent, ami legfontosabb az ember számára, az életet. A munkások megfélemlítése egyre jobban fokozódott. A legkisebb vétség esetén is hadbíróság elé állították őket. A hadbíróság elé állított munkások száma oly mértékben nőtt, hogy a tárgyalásokat kénytelenek voltak helyben megtartani. 1944. április 18-án, 19-én két napon át folytak a hadbírósági eljárások Ózdon. A legutolsó ilyen tárgyalás szeptember 1-én volt az Olvasó Egylet tanács termében. Akit vétkesnek találtak, börtönnel, munkaszolgálattal büntették, vagy a legrosszabb esetben beosztották frontszolgálatra. Ebben az időben az ózdi gyárban a nyilas pártagok száma 1000 fő felett lehetett. A nyilas hatalomátvétel után egyre jobban veszélybe került az élet. Eichner ezredes falragaszokon figyelmeztette a lakosságot, 60 éves korig minden hadköteles korúnak jelentkeznie kellett. A férfiak nagy része a közeli erdők felé vette az irányt. Akik a nyilas ellenőrzés miatt nem tudtak megszökni, hátizsákot kötöttek és megindultak Bánréve felé. December 9-én csendőrök és nyilasok állták el a közlekedési útvonalakat. Mindenkit letartóztattak. Az Olvasó Színház termében munkásokat és fiatal leventéket gyűjtöttek össze. Őket két napig tartották fogva. 46 foglyot szökevénynek, parancsszegőnek nyilvánítottak. 10-én este láncos csendőrszakasz kíséretében ismét Bárévén keresztül Losoncra szállították az embereket. Hátizsákos emberek tologtak mindenütt. Hódos Csépányon is tragikusra fordult minden. 1942-ben Zsámbók József lett Hódos Csépány községvezetője, aki már 1940-ben a nyilas keresztes párttagja lett. 44 őszén, mint községvezető, alispáni utasításra részt vett a zsidó üzletek kiárusításában. Ugyanebben a minőségében a csendőrök felhívására megmutatta a bevonulási ellenőrzés miatt keresett Hódos Csépányi lakosokat. Tevékenyen részt vett a még hat köteles személyek összeszedésében, azok elhurcoltatásában. Megmutatta azokat a házakat, ahol az elhurcolható férfiak laktak. A német vezetés célja az volt, hogy az összeszedett, még hadköteles vasgyári munkásokat és megbízhatatlan katonákat Szinóbányán keresztül Németországba szállítsák. Többek között így került elhurcolásra Csépányi Bárdosi József, Csomós György, Göböly Ágoston Husztáv, Gömöri András, Illés Antal, Kós József, Kós Lajos, Kós Pál, Lestál Bató László, Pap Árpád, Réger József, Szögedi József. A zászlóaljról tudomást szereztek a Vepor-hegység környékén, Klenóc közelében tevékenykedő partizánok. Innentől egy cél lebegett előttük, a zászlóalj felszámolása. Az elhurcolt maroknyi Hódos Csipányi férfi vagy a partizánok hatására, vagy kihasználva az adódó alkalmat, saját elhatározásából megszökött a munkászászlóaljból. A szökést követően Klenóc puszta réten találkoztak a partizánokkal, amely találkozás végzetesnek bizonyult. Jóval az események után 1945 tavaszán közös tömegsírba temették el őket a helyiek. Civilként történt elhurcolásukat igazolja, hogy a kutatás során előkerült a háború előtt készült fotókon például Csépányi Bárdosi József gyalogos őrvezető 26 M egyenruháján golyószóros lövész bojtot, míg Réger József őrvezető 26 M tüzér egyenruhát és tüzér ügyességi jelvényt visel.
Ez azt bizonyítja, hogy nem egy fegyvernemnél szolgáltak, amikor korábban ténylegesen katonaidejüket töltötték. Az elhurcoláskor már leszerelt, de még hadköteles korban voltak. A felkutatható adatok szerint 1902 és 1913 évek között született férfiakról van szó. Azt, hogy milyen módszerrel végezték ki őket, csak exhumálással lehetne végérvényesen tisztázni. Egyes források golyó általi halálról, még mások fejszével történő gyilkosságról tesznek említést. Az is szembetűnő az eset kapcsán, hogy a feltehetően az 1950-es években hódoscsépányi hozzátartozók által Klenóc feletti temetőben állított márványtáblán a katona szó nem szerepel. Azon az 1944-ben elesett hódoscsépányi magyarok emlékére felirat áll. 2021. október 27-én a Klenóc puszterét kis temetőjében lévő tömegsírt a Budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Memoré Patrum polgári társulás közös erővel renoválta, méltó emléket állítva ezzel a kivégzett hódoscsépányiak végső nyughelyének. Háború után nagyon egyszerűen éltek az emberek, rokonok, ismerősök összejártak. Én a nagymamámat nagyon szerettem, tiszteltem. Ő nagyon sokszor elvitt az özvegyen maradt nagynénimhez. Csépány Istók Julianna volt ugyanis a nagybátyám felesége. 10 éves koromig, vagy nem tudom behatárolni pontosan, de nagyjából odáig nyúlnak vissza ezek az emlékek. És akkor jöttek ezek a beszélgetések, többször megtárgyalták a nagymamám a nászasszonyával, nászával, hogy is történt az a dolog, hogy itt a csépányi, mondhatnám, fiatal embereket, mert szerintem olyan 30 év körüliek voltak mindnyájan, mondhatnám úgy, hogy elhurcolták, elhajtották. Ugyanis ők nem katonák voltak, hanem valószínű, hogy a németek elől, illetve az oroszok elől menekülő német sereg pótlására akarták elvinni. Ez az elhurcolás, én október-novemberre teszem. Innét a mi udvarunkból, ez egy közös udvar, ahol körülbelül 10 család is lakott, elvitték az én nagybátyámat, Pap Árpádot, Gömöri Andrást, aki már a Dontól jött haza, a frontról. Még azért azt is hozzátenném, hogy ha arra való hivatkozás, hogy a gyárat majd Németországba fölépítik. Ez a Gömöri András, az Irma néni férje, az itt lakott az udvarunkba, ő a bírónak a kocsisa volt. Egerből származott ide, ő neki a kohászathoz semmi köze nem volt. Az én nagybátyám asztalos volt. És szerintem még lehet, hogy nem csak a öreg nyilas nem csak az vezérelte, hogy kiket vigyenek el, biztos, hogy érzelmi, családi, rokoni kötődés is közrejátszott, mert tudom, hogy közrejátszott, csak arra már nem térek ki. Ide nősült be a Szegedi nevű. Úgyhogy ebbe az udvarba annak idején vagy 10 család lakott, és majdnem mindenki érintett volt, még hozzátenném, ezt el is felejtem, a csépányi Bárdos József, akinek 2 fia volt. A Berci 1 évvel volt idősebb tőlem. Hogy ahogy elbeszélték, az volt az előzménye, és ezt azért a történelemből is tudjuk, hogy a nyilasok nagyba kiszolgálták a németeket, és itt az egyik nyilas testvér, a Zsámbok Józsi bácsi, ő irányította a
toborzást, vagy nem tudom minek nevezzem, tehát ő irányított ezt, hogy kik menjenek el a, kiket vigyenek el a faluból, mert ennek van egy másik szála is, ezt már nem mondanám, mert itt már személyes érintettség is vezérel engem, hogy utólag mit derítettem én ki, hogy, bizony a Józsi bácsi megválogatta, hogy honnét kit vigyenek el. És akkor ugye ebből következik az, hogy ezeket az embereket elvitték. Azt nem tudom, hogy hová, meddig jutottak. Mert itt ugye a háború alatt, háború után nem is lehetett erről beszélni, ha úgy vesszük. És annyit tudtunk már akkor, én Klenócnak mondom azt a helyet, Szlovákiába, ahol a csapat, ez a csépányi csapat hazafelé tartott, fegyvertelenül, civilbe. Tehát ezek nem katonák voltak, de még katona szökevénynek se nevezném őket, ha bár lehet, hogy annak kell mégis hivatalosan nevezni, mert ezek fegyvertelenek voltak, és ők valahogy torony iránt akartak jönni, egy partizán csapatba jutottak, annak volt egy zsidó kommunista vezetője, és gondolom óvatosságból, hogy el ne árulják őket, vagy erősítésképpen mondták, hogy álljanak be közéjük. Ezek az emberek azt mondták, hogy ők nem állnak be közéjük, azt nem tudom, hogy politikai megfontolásból, de lényeg az, hogy a családjukhoz akartak hazajönni. Nekik nem volt, ha úgy veszük, semmi közük a háborúhoz, sőt, ugye a Gömöri András, ő Egerből származott ide, itt a Talján Irma néninek volt a férje, ő ugye amikor elhajtották, hivatkozott arra, hogy hát őt ne vigyék már elő, már megúszta a háborút, már őt, ő leszolgálta a maga idejét, mégis az öreg zsámbok azt mondta, hogy az más lapra tartozik. És tehát, ha úgy veszük, elhurcolták. Na most ugye, amikor valahogy az 50-es évek be valahogy rendeződött a dolog. Az özvegyasszonyok, illetve szülők kimentek Klenócra. Már akkor valószínű át lehetett lépni a határt. Még fényképet is láttam a sírnál. Ami a sír, az úgy volt, hogy fönt karácsony éjszakáján, mivel nem álltak be, sorozattal leterítették őket, mint a kutyát, és ott hagyták őket. Egyedül egy ember maradt életbe, így tudom, mert ő színleg beállt a partizánok közé, majd később megszökött. Most tovább vívve ezt a gondolatot, az ő kivégzésüket, aztán, amikor a hóolvadás megtörtént, valamikor májusban hozták le arra a sírhelyre, ahol az emléktábla is el lett helyezve. Kellő tisztelettel az ottani emberek eltemették, és a sírhoz többször is kilátogattak már, szerveztek ilyen utakat. Közben az én bátyám, nem úgy mondom, hogy a közelbe, de Hídvégardon volt körzeti orvos, onnét sokat átjárva Szlovákiába, főleg magyarokkal vette föl a kapcsolatot, és a klenóci evangélikus pappal is jó kapcsolatot tartott. A klenóci evangélikus pap egyrészt hitbeli meggyőződésből is, azt hiszem, meg a bátyámmal való kapcsolatból
gondozta a sírt. Még a bátyám temetésére is eljött. Én személyesen nem ismertem. Hogy aztán itt valaki tudott-e még erről, de már lehet, hogyha még tudott is. Szerintem a családtagok lehet, hogy feledésbe is merül, mert azért az idő begyógyítja ezeket a lelki sebeket, de én, mint gyerek, ugye visszaemlékszem rá, előttem van most is, hogy a fekete ruhás, fekete kendős nagymamám, ott van a nagynéném, az ő szülei, és ez beszélik, siratják az elhunyt nagybátyámat. Közvetlen szomszédunk volt a Talján Irma néni Gömöri Andrásné, két gyermek édesanyja, a Sándor és a Marika. Az Irma néni nagyon meggyászolta a férjét, a Gömöri Andrást, de emellett a gyász mellett még őnála az is közrejátszott, hogy a közvetlen testvére. Végeredményben, aki megszökött, árulónak tartotta, és azt mondta, hogy ős, de a Marika, árván maradt lánya is. Mindig is mondták, hogy soha nem tudnak megbocsájtani a nagybátyuknak. Szóval nem is volt olyan meleg kapcsolat, de mondom, hogy azt azért hozzátenném, hogy a bácsi, itt a Gömöri Andrásnak, meg sógora volt a szegedi vagy szögedi, az is. Mert a Róza néni, Irma néninek a nővére, nővérének a férje az is ott volt. Úgyhogy itt a bácsi aztán, hát ha jól tudom, még valami partizán szövetségi kitüntetése is volt. Ezt már nem állítom pontosan. Ezzel, akárhogy is vesszük, nem lehetett dicsekedni a háború után, hogy már pedig a partizánok kivégezték, a vörös partizánok az én családtagomat. Itt lapítani kellett. Én általános iskolába, mivel apám maszek volt, meg volt a besorolás, értelmiségi, munkás, paraszt. Én az osztályban, a 28 tagú osztályban, én az egyéb voltam, mert nekem apám kisiparos volt. És ugye a magyarban az egyéb, az mindent jelent. És nem véletlenül, hogy tényleg még az is a nagymamám is, de itt az asszonyok, ezek az özvegy asszonyok szinte életük végéig feketébe jártak. Megvolt a gyász, de ezt nem lehetett kiteregetni. Hiába volt az érzés meg, erről szinte beszélgetni se lehet, mert ahogy én is elmondtam, közvetlen rokonságban hallottam róla, vagy itt Irma néni, aki anyámmal szinte testvér volt. Meg érintett volt anyám is, hogy a testvére oda maradt. Szabó Béla vagyok, Kós Pálnak az unokája, aki szintén kimaradt Klenócon a hegyekbe. Legalábbis úgy tudjuk, hogy ott van eltemetve. Én egyszer voltam kint a sírnál, már akkor én tudomásom szerint már a falu öregasszonyai, illetve özvegyasszonyai voltak kint előtte, mert mikor mi voltunk kint, akkor már nem volt kísérő. Viszont van olyan kép, amin látszik, hogy kísérővel engedték csak föl őket a sírhoz. Elég sok, relatívan sok fénykép maradt róla a körülményekhez képest, de az biztos, hogy odakint információt senkitől nem lehetett szerezni.
mert bárkit kérdeztek az asszonyok, azonnal Nyerozon Magyarszky, azt már fordultak is el. Elkerültek Csépányról, és én úgy tudom, hogy talán munkaszolgálatosként valahol kivitték őket Lengyelország felé, és onnét lépett meg ez a marokkói ember, aki haza akart jönni. És a Klenóc környéki hegyekben a partizánoktól megfogták őket a partizánok, és akkor aki nem akart közéjük beállni, azt nem engedték tovább jönni. Egy emberről van tudomásom, tehát ez közhályon is forgott, hogy valaki hazajött közülük. De mama sem emlegette nagyon sokáig, hogy hát ki volt az, meg hogy került haza. Annyit tudtunk, hogy egy ember hazajött közülük. Annyit tudtunk róla, hogy a partizánok megfogták őket, és tulajdonképpen aki föllettéve a kérdés, hogy ha ott maradnak velük, akkor életben maradnak, ha nem maradnak ott, akkor tehát még akkor nem volt eldöntve, hogy mi lesz velük. A lényeg az, hogy a hír az járta, hogy a partizánok kivégezték azokat, akik nem akartak beállni közéjük, és gyakorlatilag fent a Klenóc fölötti hegyen, amilyen réten vannak, temetőben vannak eltemetve. Ennyit tudunk róla. Ennyi volt, amit egyszer sikerült meglátogatni nekem is. Bárcsak nagyon mindig az jön vissza, hogy senki nem akart nekünk beszélni. Senki, bárkit kérdeztek, senki nem akart hozzánk szólni az helyiek közül. Anyám őrzött egy füzetecskét, vagy kiskönyvecskét, amiben le volt írva ez a része, hogy kerültek oda, hogy végezték ki őket, és de mivel a család is már többször költözött, mikor anyám meghalt, az a könyvecske eltűnt. Szőrinc áron eltűnt. Nem tudtuk, nem találtuk meg, pedig kerestük nem is egyszer. A nálam lévő képen azt mondja, hogy Kós Piroska látszik, nagyapámnak a lánya. A következő Szegedi Róza néni, az mamának a szomszédja volt. Akkor a következő Kós Pálné, a következő Csomós néni, akkor a következő az Kati néni, én csak Kati nénet ismerem. Azt hisz, úgy tudom, hogy Kossuthban lakott. A legszélső pedig Csomós Rózsika. Van még egy csoportkép, ami szerintem az én látogatásom előtt lehetett, még lehet, hogy az 50-es évek végén, amin még nagyjából ugyanez a társaság látható, viszont még akkor nem engedték föl őket egyedül, és a fényképen három férfinak a személye is látszik a képen. Ebből gondoljuk, hogy akkor még nem lehetett szabadon mászkálni. De amikor én voltam fent, akkor már lehetett, akkor már nem, már látták, hogy csak megemlékezni mennek, nem balhézni. Tudomásom szerint mink nem csináltattunk emlékművet a síron. A Kós család nevében nem lett emlékmű állítva. Úgy emlékszem rá, hogy mikor én kint voltam, akkor volt egy tábla, emléktábla állítva, amin már szerepelt az ott eltemetetteknek a neve. De még nem állítottunk, az biztos, mert úgy mentünk oda, hogy rajta volt. Mamám a háború után
maradt a férje, soha nem ment férjhez. Mindig feketébe járt. Akárhányszor láttuk, még unokát is, egyszerűen nem. Mindig a fekete ruha volt rajta, még otthon is. Tehát volt benne egy kis fehér, de a fekete maradt. Tehát úgy élt el az életét, hogy özvegy maradt. A nagybátyám az Réger József volt. Réger József, mert mindenhol másképp írták a nevét, de egy az biztos, hogy ő volt. Anyukámnak volt az öccse, édesanyámék öten voltak testvérek, és akkor a Józsit azt elvitték a frontra. Tehát annyit tudok én ugye édesanyám által, amit elmondott, hogy ők kint voltak az orosz fronton, tehát fogságba is kerültek, de aztán onnét valamilyen úton módon elindultak hazafelé, tehát eljöttek, de olyan információm is van már azóta, mikor volt ez a klenóci megemlékezés, és utána hallottam, hogy volt valami pesti zenész ember, aki ugyancsak benne volt ebbe a csapatba, a Csépányi között volt ez a zenész ember is, és valamilyen úton, módon ő adott, tehát ő üzent vagy írt édesanyáméknak, hogy a Réger Józsefnek, hogy a Csépányiak ott vannak most már a felvidéken, a hegyek között, hogy ők megszöktek végül is, tehát katonaszökevényeknek minősítették őket, hogy ott vannak, de élnek. És innét lett aztán, mert én sem tudtam, hogy hát honnét tudták meg a szüleim, illetve édesanyám, hogy a testvéreik ott vannak, és akkor, hogy valami, ez a zenész ember, aki budapesti volt, ő üzent vagy írt, csak hát ugye ezek a dokumentumok, ezek már nincsenek meg. És akkor onnét tudták meg, hogy de sokáig azt se tudták, hogy hol van eltemetve. Anyukám azt mindig síratgatta, hogy ugye nem tudnak róla semmit se, csak azt, hogy valahol a határtól már nem messze vannak, és hogy ott nagyon lőtték őket, de azt se tudták megmondani, hogy ezt most hogy végül is ki, hogy partizánok, vagy ki lőtte le őket, tehát ezt nem lehetett. Akkor még ők nem tudták. És akkor utána mindig volt, hogy megkeressük a sírt, hogy hol lehet ez a sír. Aztán majd egyszer a fiamék, ugye, akik milyen hagyományőrök, meg ők benne voltak ebbe a Borbás Petinek, aki felmutatta ezt a sírt, és akkor mondták, hogy megtalálták a sírt, és akkor így kerültünk oda. Akkor még élt ennek a Réger Józsefnek a fia, mert két fia volt neki, aki mikor elvitték a háborúba, azok még kisgyerekek voltak, és akkor az egyik fia az még élt, és akkor azzal találkoztam, és mondtam neki, hogy milyen örömöm van, hogy tudom, hogy hol van eltemetve az édesapja, és akkor mondta, hogy ő még el tudott menni a nagymamámmal, aki ugye most a nagymamám volt, de ő nevelte fel a édesanyámékat, és hogy ő még el tudott menni, tehát ők megtalálták nagymamám, meg a fia, ők még el tudtak menni a sírhoz, és megtalálták a sírt, hogy hol vannak. Hiss Balázs vagyok. Csépányi Bárdos József, anyai ágon dédnagyapám volt, aki a Lenóc feletti hegyekben vesztette életét, ott végezték ki a partizánok. A családban volt egy ilyen füzet, amit őrizgettek és dugdostak annak idején. Ugye ez nagymamámtól került elő, ők ezt sokat olvasgatták. Ebben a füzetben van leírva vélhetően az a történet, ahogy ők meghaltak, illetve ahogy ők el lettek temetve. A Kós családban 5 fiú testvér volt. A legidősebb volt Pista bátyja, aki már nem hadköteles volt, a többi az még igen. De a három együtt, akkor mind a három itthon volt, és azt ki is vitték, a nyilasok ugye összeszedték őket. Egyedül a legkisebb Béla bátyja volt, akit nem találtak, mert ő valahol bujkált. Mert utána tudtuk meg, háború után már, hogy bujkált, és úgy maradt életbe. Mert másképp őt is kihajtották volna, és ő se élne. Elhajtották a nyilasok, itthon voltak, már majdnem vége volt a háborúnak, így hallottam anyósomtól, és így összeszedték, 3 Kós fiút vittek ki, akkor Szlovákiába. Szlovákiába kiérve,
ott már nem tudtak velük mit csinálni, a partizánok fogadták, és azok meg, hát hogy keccelésből vagy miből megkérdezték, hogy mit akarnak, hazamenni akarnak, vagy itt maradni velük. És azt mondták, hogy haza akarnak menni. Erre kivégezték őket, mind a hármat. Meg hát ki tudja, voltak-e többen is, nem tudjuk. Úgyhogy ennyi. Akkor ugye sokáig, évekig nem tudtunk róluk. Anyósom kutatta ugyan, meg a többi sógornők is, és egyszer a falubeliek valakitől tudták meg, hogy ők temették el a fiúkat, mert hát ugye ott hagyták őket. És a falubeliek, mivel vallásosak voltak, ők eltemették a halottakat. És nem tudom hány évre, soká tudta meg anyósom is, hogy hát mi lett velük. És akkor kértek engedélyt, hogy ki tudjanak menni hozzá a sírt megnézni. El is mentek, mind a három sógornő, és megtudták, hogy ott a sír. Akkor gondolták, hogy ha már megvan a sír, akkor csináltatnak egy emléktáblát neki, és ez már később volt, ugye, évekkel később, hogy aztán megvalósult-e, vagy nem, hát nem tudok róla, mert ugye később én elkerültem innen. Azt tudom, hogy anyósom fel volt háborodva itt, Csépányon is, hogy az emléktáblán az ő ura sincs rajta a neve, meg a Kós fiúknak. Úgyhogy az hiányolta, mert hát ők is úgy haltak meg ártatlanul. A háborút követő időkben a népbíróság számos esetben eljárt. Így történt ez a Hódoscsépányról elhurcolt férfiak esetében is. Népbírósági ítélet, részlet. A magyar nép nevében. A Miskolci Népbíróság háborús büntet miatt Zsámbok József elleni bűnügyben a népügyészség 1160/1945-ös számú vád felett Miskolcon 1945. augusztus 17. napján megtartott nyilvános főtárgyalás alapján a vád és a védelem meghallgatása után meghozta a következő ítéletet. Zsámbok József 49 éves hódoscsépányi születésű vádlott bűnös. A népbíróság ezért Zsámbok Józsefet elsőfokon 7 évi börtönbüntetésre ítélte. Az újrafelvételi ügyben elrendelt eljárás során az ítélet 14 hónap börtönbüntetésre enyhítette. Indoklás, részlet. A vádlott beismerése, valamint a tárgyalás egyéb adatai alapján megállapítást nyert, hogy Zsámbok József 1944. decemberében Hódoscsépányban körülbelül 40 ember összeszedésében és bevonultatásában mint nyilas karhatalom szervezője részt vett, és ezzel egyrészt katonai jellegű alakulatának személy elleni erőszakhoz segítséget nyújtott, másrészt, mint nem vezető cselekménnyel a nyilas mozgalomnak a hatalom megtartásához is segítséget nyújtott. A Klenóc környékén működő partizán vezetők. Ezen vezetők közül bármelyikük jelen lehetett a hódoscsépányiak lemészárlásánál. A kisfilm végén mindenki döntse el maga, hogy köztük volt-e, aki az ártatlan emberek kivégzésére kiadta a parancsot. Alekszej Mihajlovics Szagyilenko, a szlovákiai szovjet-csehszlovák partizán egységek parancsnoka. A mi magyar barátaink, részlet. 1944-45-ben szlovák földön harcoltam partizánként. Kis létszámú, mindössze 40 főt számláló légideszant osztagunk hamarosan több partizán dandárból álló magasabb egységé nőtt. A tevékenysége, amelyet szlovák földön Kassától Breznóig folytattunk, ismert, de azt már kevesen tudják, hogy magasabb egységünkben volt egy dandár, amely teljes egészében magyarokból tevődött össze. Még megalakulásakor bevettük osztagunk állományába két magyart is, Weiss Ernőt és Horváth Ferencet.
Az első bevetés alkalmával horvát ugrás közben, földreéréskor mindkét lábát eltörte. Majdnem két hétig hordoztuk őt magunkkal, és csak akkor küldtük el repülőgéppel a nagy földre, az arcvonal mögöttes területére, amikor kiértünk a felkelők által felszabadított körzetbe. Weiss mindaddig velünk harcolt, még nem egyesültünk a szovjet hadsereg egységeivel. Kineveztük őt az osztag tolmácsává, mivel az orosz és a magyar nyelven kívül tökéletesen tudott németül, franciául és angolul. Weiss, hogyan tudtál te ennyi nyelvet megtanulni, kérdezték tőle gyakran a fiúk. Ülj le néhány évet a börtönben és megtanulod még a kínai írásolvasást is, válaszolta mindannyiszor széles mosollyal az arcán. December első napjaiban felderítőink jelentették, hogy Ózdon, a vasgyárban körülbelül 300 magyar munkaszolgálatos katona dolgozik, és a hitlerista parancsnokság határozat alapján Németországba akarják őket szállítani. Gyorsan összeállítottunk egy speciális csoportot azzal a céllal, hogy szétszórjuk és elfogjuk őket azon az útvonalon, amelyen közlekednek. A csoport parancsnokává Alexandr Simkót, egy magyarul kitűnően beszélő szlovák partizánt neveztünk ki. A partizánok senkit nem vettek be erőszakkal maguk közé, csak önkénteseket fogadtak be. Aki nem akart beállni közénk, azoknak igazolást adtunk arról, hogy a Magyar Kommunista Párt felhívására dezertáltak szállási hadseregéből, és most mennek haza. Minden harci csoportban mindig volt néhány magyar ember, vagy olyan partizán, aki tudott magyarul. Magyar egyenruhába öltözött csoportjaink a szószoros értelmében lesföl futkostak a hegyi utakon, magyar katonákat keresve. Gyakran nem csak egyes embereket, hanem egész csoportokat is találtak. Simkó Sándor, Szagyi Lenkó partizán mozgalmának politikai biztosa. Simkó Sándor 9 gyermekes családból származik. Fiatal korában bizonyos szűkös keretek között élt. A hadirokkant apa keveset keresett. A fiú fűszerüzetben inaskodott, és itt az egyik inas révén csak hamar bekapcsolódott a kommunista mozgalomba, majd a szegedi koncentrációs táborba került. Innen szökött meg 1944 nyarán, és beállt a partizánok közé. Először Mulazina mellett a szlovák felszabadításért nevű partizán egységben harcolt. Kozlovszky, Koza László vezetése alatt. Majd délre vezényelték a csapatot, s október vége már a Rima völgyében érte őket. November 7-én a Klenoveci Veporon állomásozó Hruscsov nevét viselő partizán csoportba olvadnak be. Itt a Rákosi alakulat, önálló magyar partizán parancsnoka lett. A brigádban Szása, mint politikai biztos működött, s csak hamar fontos megbízást kapott. A partizánok tudomást szereztek róla, hogy a németek ózdi vasmunkásokat és megbízhatatlan magyar katonákat akarnak Németországba szállítani. Simkóra hárul a feladat, hogy tized magával szabadítsa ki a németek karmaiból a biztos halálba menő embereket. A partizánok Cinobányán érik utol a transportot, és sikerült veszteség nélkül megoldani a feladatukat. A kiszabadított magyarok közül 150-200 főnyi csapat csatlakozott a partizánokhoz. Belülük alakult meg a Rákosi nevét viselő önálló magyar partizán egység, melynek parancsnoka Simkó lett. A Zalai Hírlap 1984. november 17-én megjelent cikke Simkó visszaemlékezéséből. A stábom tudomására jutott, hogy magyar katonák állnak át hozzánk, bujdosnak, és az a gondolat is felmerült, hogy nekünk kellene közeledni hozzájuk, beszervezni őket a partizán mozgalomba. Később egy 10 tagú csoportba verődtünk, szovjetek, magyarok vegyesen. Akkor kezdtük el tevékenységünket, megtudtuk, hogy az ózdi kohomunkások Losoncon keresztül nyugatra tartanak. Kiválasztottunk egy csoportot, amelynek tagjait alkalmasnak találtuk a kapcsolatfelvételre. Körülbelül 150 magyar katonát és polgári szemét sikerült meggyőznünk. Később még többen csatlakoztak hozzánk. Ádám Attila, amatőr helytörténész, a Hódos Csépányiak pusztaréten történt tragédiájával kapcsolatban a következőket állapította meg. A katonáknak van egy sírkövük a pusztaréti temetőben, amit az 50-es évek végén állítottak az Ózd-Hódos Csépányból származó hozzátartozók, pontosabban a Kós vezeték nevű három áldozat apja és fia vagy családtagja. A temető Klenoctól 15 kilométerre van az erdőben, 800 méter tengerszint feletti magasságban. A környéken lakó favágók és állattartással foglalkozó egyszerű emberek, Laznici hegyi tanyák gazdái lakói voltak. Ma már lakatlan a környék.
Maga Klenóc nagyfalu inkább evangélikus hitű, katolikus személy nincs, csak az evangélikus temploma. Ott a tiszteletesnél érdeklődtem a halotti anya könyvekről, de azt mondta, az eltemetett magyar katonák nevei nincsenek beírva a halottas könyvbe. Lehet, hogy a legközelebbi katolikus templom parókiáján kellett volna keresnem. A magyar katonákat 1944. december 22-én végezték ki, de eltemetve csak 1945 tavaszán voltak, mert a föld annyira meg volt fagyva, hogy korábban nem lehetett a sírjukat megásni. A csontá fagyott és letakart holtesteket addig az egyik gazda puszta réti pajtájában tárolták, kiterítve és elzárva. Egy halotti anyakönyvi kivonat, amit sohasem lehet megszerezni. Részlet Nagy Lajos gömöri író elbeszélése alapján. Ennek a klenóci tömeggyilkosságnak a hírét már mindenfelé suttogta a nép. Maguk a klenóciak borzadban beszélték el, hogy miből állott ezeknek a partizánkodása. Az egyik erdőkerülőnek a felesége akaratlanul tanúja volt a jelenetnek. A férjének enni vitt a hegyekbe, alig hogy a kerülőházba férjéhez ért, emberi beszédet és zörgést hozott feléjük a szellő. A tót kerülő felküldte a feleségét a padlásra, mert partizánok jöttek, s ki tudja mióta nem láttak már asszony, jobb lesz, ha nem mutatja magát. A lépés, a beszéd mind közelebb és közelebbről hallatszott. Most már megértik mindketten, hogy bizony nem a nimicska nyelve az, hanem magyarok beszélnek, már kopogtatnak is az ajtón. 13 ózdi munkás lép be az erdei házba. Egyikük közülük szirma besenyő származású, és beszéli a tót nyelvet. Elmondja, hogy a nyilasok elhajtották őket Ózdról, egyikük sem volt katona, azt mondják nekik, hogy majd a front mögött kiképzik őket, legtöbbiek közel volt az 50-hez. Mentek egy darabig nyugat felé, de aztán mindig eltűnt egy-kettő közülük. Egy környékre valók voltak, és 13-an összebeszéltek, hogy bizony ők nem mennek tovább, és egy éjjel kereket oldottak. Kerülnek minden lakott helyet, mert nem akarnak a németek, de az oroszok kezébe se kerülni. Most is kérnek egy ital vizet a hazúról hozott szalonnájukhoz, és arra kérik a kerülőt, hogy mutassa meg az irányt, merre van a legközelebbi magyar lakta terület. Szeretnénk a Balog völgyébe vagy a Rima völgyébe bejutni, és minél előbb hazajutni családunkhoz. Míg elmondja ezt Tótul a társuk, addig a 12 ember némán falatozott hátizsákjából. A kerülő felelni akar, mikor az ajtó becsapódik, és két puska csöve mered feléjük. Fel a kezekkel, és mindenki forduljon a fal felé! A meglepett munkásokra még az életben senki nem tartott fegyvert, s mi tagadás, bizony mindenki megbénult a félelemtől, és tették, amit parancsoltak, és amit tolmácsuk mondott nekik. A kerülőt leküldték a faluba, hogy italt hozzon nekik. A feleség a rejtek helyén mozdulatlanul feküdt. Mindenki nyújtsa a kezét, hangzott a parancspont. Nincs nekünk semmiféle fegyverünk. Mi gyári munkások vagyunk, és hajtottak minket. Most megyünk hazafelé. Kémek vagytok, náci kutyák! Jöttetek, hogy ellenünk harcoljatok.
büdös bitang magyarok vagytok, ti az oroszok ellen harcoltok, néktek Hitler a barátotok, de a miénk Sztálin. Hiába bizonyították, hogy ők ózdigyári munkások, itt az igazolványunk, nem hittek nekik. Amikor mind megkötözték őket, akkor hátraacot csináltattak velük. 13 emberrel szemben 15 ember állott, puskája csak 3-nak volt, a vezetőnek revolvere. Ez átnézte az igazolványokat, alaposan kikérdezte mindegyiküket. Soha sem árulta volna el, hogy magyarul is beszélt, pedig később magyar állásba került magas ranggal partizán érdemeiért. A többi az ózdi munkások bőrkabátját, bakancsát szemlélte. Az egyik csépányi magyar meg is jegyezte. De ezek megölnek a kabátunkért, a lábbelinkért. Mondd csak nekik, Jóska, hogy nekik adjuk a ruhánkat. Adják nekünk az ő ruhájukat, és eresszenek el Isten hírével. A parancsnok tolmácsolás nélkül felelt vissza Tótul. Senkit nem eresztünk el, ti fasiszták vagytok. Az a célotok, hogy az oroszok háta mögött szabotáljatok. Ezért fizetni kell. A tolmácsuk, mikor lefordította a partizán parancsnok beszédét, meghűlt bennük a vér. Ott előttük tartottak tanácsot, hogy miről tanácskoztak, azt a Tótok és a Tótul beszélő ózdi munkást tudtak. Most már nem fordított, hanem rimánkodni kezdett. Nézzétek, éppen olyan szegény emberek vagyunk, mint ti. Mindannyiunknak van családja. Itt hagyjuk a ruháinkat, csak ne üljetek meg. A síró tolmács könyörgéséből megértették, hogy az utolsó órájuk ütött. Mindenki könyörgött a maga nyelvén, az egyik letérdepelt. Ne bántsatok! Odaadom nem csak a ruhám, nem csak a pénzem, de még küldök nektek Ózdról is. Látjátok, én tótember vagyok, a magyarok közt éltem, sohasem bántottak engem, és ti megöltök engem, 4 gyermek apját. Te egy bitangáruló vagy! Neked nem Ózdon, de itt lett volna a helyed közöttünk és velünk harcolni. Ez harc. Ártatlan szegény gyári munkásokat halomra gyilkolni. Ezt még az oroszok is elítélik. Én proletár szegény ember vagyok. Itt maradok és harcolok veletek, csak kíméljétek meg az életünket. A megkötözött embereket egyenként vezették át a kamrába, és amikor beléptek, baltával szétlocsantották a fejüket. Lőni nem mertek, mert féltek, hogy esetleg a németeket odahívják. Egy tompa zuhanás és egy jajszó hallatott az egyre fogyó kis vértanú seregben. Utolsó előttinek a sógor maradt. A félelemtől félholt volt. Kopasz fejét teljesen szétlocsintotta a nagy Tóth fejsze. Legutoljára a Tóth testvérük maradt. Még egyszer imánkodott nekik, hogy legalább őt kíméljék meg, sohasem mondja el senkinek. Hozzá kell a családját Ózdról, és itt fog letelepedni. Ígért mindent, sírt, könyörgött, rugdalózott, harapott. Úgy húzták ki a szobából a konyhán keresztül, és mikor a kamra véres hullái eléje iszonyodtak, ígtelen káronkodásba kezdett magyarul. Ti piszkok vagytok, ti vagytok a föld legutolsó, a leghitványabb népei. A magyar hozzátok képest egy fejedelem, ilyet a magyar soha nem csinál. Hát tudjátok meg, hogy Magyarországon Tóth voltam, de most azt mondom itt, hogy magyar vagyok, és úgy akarok meghalni, mint a magyar. Ekkor a partizán végre megszólalt. Hát akkor dögölj meg, mint egy kutya. Te gazember, te tudsz magyarul? Hogy az én jó Istenem büntessen meg mindannyiótokat, és kívánom, hogy minél előbb dögöljetek meg. A következő szót agyvelejével együtt kettéhasította a fejsze. A kerülő felesége dermedten, lelkében reszketve tanúja volt az egész mészárlásnak. A vezetőjükön kívül mind falubeliek voltak. Sohasem hitte volna, hogy milyen szörnyetegek járkálnak a falujukban. A 15 ember lemosogatta a véres bőrkabátokat, bakancsokat, evitték a hátizsákokat, és ott hagyták a kamrában a 13 agyonvagdalt embert. Ez történt 1944 Szent Karácsony napján.
A kerülő feleségem, mihelyt eltávozott ez a hős partizán sereg, lejött a padlásról, és igyekezett vissza a faluba, hogy férjét visszatartsa. A fér túl buzgó volt, nem pihent a faluban, hanem vitte ki az erdőbe a pálinkát. El is vették tőle a pálinkát, még ivott is velük. Azután ott hagyták magára. Meglelték harmadnapra, hátulról lőtték le a németek. Így állított az egyik partizán. Ez biztos merő rálőtt a németre, aki aztán gyorsan elszaladt. Eltalálta, mert véres volt a haraszt, de csak könnyebb sebet kaphatott, mert elment. Mindenki elhitte a mesét, csak a kerülő felesége nem. Egy darabig nem merte megosztani senkivel sem a titkot, de pünköstkor elmondta az anyjának. Az pedig a faluban átkozta meg nyíltan a híres partizán csoportot. Csépányi Istók Béla visszaemlékezésében megnevezett evangélikus lelkész, Pavol Szlosiari. Született 1911-ben vasutas családban Zólyom mellett. A teológiát Pozsonyban az evangélikus tanszéken végezte 1935-ben, majd rövid ideig Kassán volt káplán. Innen lehet a magyar tudása. Klenóci tevékenységét 1940-ben kezdte. 1944-ben tagja volt a Nemzeti Forradalmi Bizottságnak, majd részt vett a szlovák nemzeti felkelésben. 1995-ben Klenócon halt meg. A lelkész barátságot kötött az egyik Hódos Csépányi családdal, pontosabban dr. Csépányi Istók Vilmossal, aki Pap Árpád hozzátartozója volt. Szlosiarik a gyilkosságok elkövetése után rendszeresen látogatta a magyar tömegsírt és ápolta azt. A kutató munka során sikerült beszélni Ádám Attila tolmácsolásával, a mai napig a hegyekben élő Jan Svincsakkal. A magyarokat azokon a dombokon szedték össze, utat a szemben lévő oldalra. Ott lőtték le őket decemberben, de eltemetve csak márciusban lettek, mert fagyos volt a föld. Az apám szedte össze halottakat, majd szekéren szállította ide a temetőbe és temette el őket. 12 holttestet civil ruhában volt a költönyben. Ezek tanult emberek voltak, professzorok, doktorok, tanítók. Voltak papírjaik, ezekből tudtuk a neveket. Nem maradt utánuk semmi, se ruha, se cipő. 15 éves voltam, amikor a betonkeretet építettük apámmal a sírok köré. A sírkő beton részét is mi készítettük. Abba lett behelyezve a márványlap a nevekkel, amit a magyar hozzátartozók hoztak. A magyar hozzátartozók hoztak egy egész karton cigarettát, munkás, Kossuth filterest és filter nélkülit is. A Szanyi Lenkó stábja itt volt az iskolában. Annak a falai még megvannak. Szanyi Lenkó mindenről tudott, mindenről ő döntött. Simkó, Weiss, ilyen nevekről nem hallottam. Más személyekről, se katonákról, se más civilekről nem tudok. Nem lettek ide eltemetve. Valamikor a 70-es években itt járt Szanyi Lenkó, de csak bent Klenócon a kultúrházban, ide nem jött ki a hegyekbe. Apám ismerte őt, találkozni akart vele, de nem engedték a közelébe. Csak a benfentes megbízható partizán elvtársakkal találkozhatott és beszélgethetett. 1944-ben nagy hó volt, a németek hajtották a lovakat és a teheneket, amelyeket elvettek, és azzal taposták a havat, hogy tudjanak haladni. Német katonák is vannak eltemetve az erdőbe, de nem itt, hanem távolabb. Egy német katona egy fa alatt van eltemetve, kereszt nincs, csak a fakérgén volt egy kereszt. Én meg azt láttam, de ma már az a fa ki van vágva, és az erdészek nem jelölték meg újra helyet.
Én még megtalálnám. A távolabbi völgyben van több tíz német katona eltemetve. Úgy tudom, ma már ott van valamilyen emlékmű nekik. Egyszer volt itt egy német nő, keresett valakit, német katonát, de nem tudom, talált-e valami. Ebbe a temetőbe katolikusok vannak eltemetve, itt mindenki katolikus. A temetők Lenóchoz tartozik, de a katolikus pap Lomnand Rinavicóból, Forgácsfalváról járt ide temetni, akkor ő alá tartoztunk, gyalog jött a hegyen keresztül. A halott magyarokat nem a Klenóci, hanem a forgácsfalvi katolikus halott jegyekönyvben kell keresni. Tavaly hunyt el egy 99 éves nő, ő tudott volna többet mondani. Az adatgyűjtés során telefonon történt megkeresés alkalmával a forgácsfalvi katolikus pap elmondta, hogy nincs semmilyen beírás a halotti anyakönyvben 1944 és 45 közötti időben magyar emberekről. 2008-ban az akkor 79 éves József Szvincsák, Klenóc korusinai lakos egy mindenszenteki riportban az alábbiakat mondja a kiskorusinai temetőről. Ott vannak magyar katonák sírjai, 18 fekszik egy sírban. A II. Világháborúban harcban haltak meg. A kutatás egyértelműen feltárta, hogy a temetőben lévő magyar tömegsírban kivégzett civil ruhás hódoscsépányiak fekszenek. Arra, hogy valójában mennyien fekszenek ebbe a sírba, csak a rajta lévő 12 névből tudunk következtetni. Több forrásban más-más adat van megjelölve. Teljes bizonyosságot csak egy esetleges exhumálással lehetne hitelesen megállapítani. Az is megállapítható, hogy a skorusinai temetőben lévő eredeti síremléken Göbölj A név volt felírva, míg a hódoscsépányi temetőben lévő emléktáblán Göbölj Gusztáv név szerepel. Az elhunyt neve valójában Göbölj Ágoston, a Gusztáv feltűhetően ragadványnév, így ismerhették a faluban. Nagyon nehéz a kutatás ezekben a partizán érintettségi ügyekben. A leírásokat kommunista történetírók írták meg, minden esetben eltitkolva a partizánok által elkövetett túlkapásokat, rablásokat, gyilkosságokat. Ezekben az esetekben forráshiány miatt csak elmondásokra, régen hallott történetekre lehet támaszkodni. A kommunista írók minden esetben azt hangoztatják a leírásokban, hogy a magyar katona választhatott, hogy be akar-e állni partizánnak, vagy inkább hazamegy. Aki az utóbbinál döntött, igazolást kapott, miszerint önként kilépett szálasi hadseregéből, és ezzel az igazolással hazamehetett, vagy ha úgy gondolta, a hegyekben megvárhatta a szovjet hadsereget. Egy példa szintén igencsak elferdített valóságról. A Simko által vezetett csoport folytatta munkáját, és egy hét alatt mintegy 100 magyar katonát gyűjtött össze, akik át akartak állni a partizánokhoz. Több száz magyar katonának igazolványt adtak, és a hegyeken keresztül hazaengedték őket Magyarországra. Ez azonban túlzott elferdítése volt a valóságnak, láthatjuk a hódoscsépányiak esetét. Jól tükrözi ezt a szlovák hadisír nyilvántartás is, amiben a tömegsírt konkrétan 12 hódoscsépányi magyar partizán csoport sírjaként tartják nyilván. Más forráson alapuló esetek a véres partizán túlkapások megtörténtére. 1944. decemberében Klenovec közelében legalább 11 magyar katonát lőttek le és temettek el a munkaegységből. A katonákat a partizánok elfogták, de nem akartak harci cselekményekbe bocsátkozni, ezért kivégezték őket. Nyilvánvalóan ugyanazokról az emberekről van szó, akiket a Hruksov magyar partizán dandár komisszárja Alekszandr Simko elfogott. Franciszek Fnuk dicső volt a Felkelés című írásában szintén ír a puszta réten történt kivégzésekről. 1944. december 22-én az úgynevezett Hruscsov brigád Petrucsin őrnagy Vladimirov vezette szakasza Klenóc mellett 65 magyar katonát ejtett foglyul. Közülük tán 11 nem akart közéjük állni, őket még aznap kivégezték. Vélhetően azért nem léptek be közéjük, mert nem túl messze található Hódoscsépányról származtak. Hódoscsépány ma Ózdváros része. Ezen a helyen feltehetően később a partizánok több magyar foglyot lőttek agyon. 1944. november 11. Vlaskovce. 150 magyar katona tisztekkel együtt a második hegyi dandárból megadta magát a partizánoknak. Mindet kivégezték. A terület ma katonai lőtér, ezért belépni és kutatni lehetetlen ott. 1945. február 28-án Pribilna faluban 28 magyar katona megadta magát a helyi partizánoknak. A partizánok szerint 3 hónapot kellett dolgozniuk, favágás, fűrészelés, ezzel kiválthatták a hadifogságot.
Pjotr Alekszejevics Velicskó partizánvezető mindet kivégezte. Eltemetve csak egy hónap múlva lettek, 1945. március 28-án, mert a fagyos földben nem lehetett gödröt ásni. Velicskó a mai napig tiszteletbeli polgár Zsolnán, Martinban, Rózsahegyen, Liptó Mikuláson. A háború átdübörgött a kis hódoscsipányi falu felett. Maga után hagyta a testi-lelki sebesültjeit, egy néhány új sírt és meg annyi megcsonkított családot. Aknát rakott egy régi világ alá, s felrobbantotta. Életek, sorsok dőltek össze ebben a roppant robbanásban. Egy kifosztott, halálra rémült élet maradt utána. Minden házból hiányzott valaki, minden hajlékban vártak valakire, aki régen elment, vagy elvitték, elhajtották. A klenóci fenyves borította bércek többé nem csak a klenóciaké, hanem a hódos csépányiaké is. A tulajdonjogot 12 magyar asszony férje piros vérével vásárolta meg. Csépányi Bárdos József született 1913. október 22-én, életét vesztette 1944. december 22-én Klenóc pusztaréten. Csomós György Feldebrő életét vesztette 1944. december 22-én Klenóc pusztaréten. Göböly Ágoston Gusztáv született Egerbocs 1902. Életét vesztette 1944. december 22-én Klenóc pusztarétem. Gömöri András született 1909-ben. Életét vesztette 1944. december 22-én Klenóc pusztarétem. Illés Antal életét vesztette 1944. december 22-én Klenóc pusztarétem. Kós Lajos született 1904. március 25-én. Életét vesztette 1944. december 22-én Klenóc pusztarétem. Kós Pál született 1906. január 24-én. Életét vesztette 1944. december 22-én Klenóc pusztarétem. Kós József született 1913. május 17-én. Életét vesztette 1944. december 22-én Klenóc pusztarétem. Lestál Bató László született 1911. június 7-én. Életét vesztette 1944. december 22-én Klenóc pusztarétem. Pap Árpád József született 1913. július 13-án. Életét vesztette 1944. december 22-én Klenóc pusztarétem. Ríger József született 1911. november 29-én. Életét vesztette 1944. december 22-én Klenóc pusztarétem. Szögedi József született Kelemér 1902. december 7-én. Életét vesztette 1944. december 22-én Klenóc pusztarétem.